nagyban is zöldségpiac. Több mint 2 millió ember C-vitaminjáért felelős. A viccet félretéve ez az egyik legnagyobb forgalmú piac Magyarországon. Az éjféli nyitást követően egy forgalmas napon 5000 gépjármű lép be a kapukon. Az eladó személyautók pótkocsival bruttó 640 forintért, a vevők üres autóval bruttó 300 forintért. A többtonás teherautók tonnánkénti árat fizetnek átlagosan 800 forint körüli összeget. A fele részt a főváros tulajdonában levő piac éves forgalma csak a belépőkből is majdnem 1 milliárd forint. A szolgáltatás színvonalát jelentősen emeli majd, tájékoztatott a nagybani piac üzemeltetési igazgatója Molnár László, hogy befedik a több hektáros területet, mivel nem védi semmi az árusokat, csak a szerződéses standokon. Termelők azok csak napi igénybevevőként, napi díj ellenében vetik igénybe a piac szolgáltatásait, vagy igénybe vehetik bérleti szerződés útján. Ez esetben ugyanúgy fizetnek napi elszánt díjat, mint bárki más, de egy 10 éves határozott idejű bérleti szerződés alapján ők egy meghatározott árusítóhely használatára jogosultak, bármelyik nyitottartási napunkon, és ezt követően ugyanúgy fizetik a napi díjat, mint bárki más. Ugyanez a konstrukció létezik a nagykereskedőknél is, ők nem értelemszerűen nem az árut beszállító tehergépjármű alapján fizetik a használati díjat, hanem az árusítóhely alapterülete alapján. A nagybani piac belépőjének ára képletesen persze, de ott van az uborka salátában, egy gyümölcsös tálban és minden lecsóban. Mizse István naponta utazik föl Jászberényből, miután a több hektárnyi családi földről folyamatosan napszámosokkal együtt takarítják be a paprikát. Egy zsákba 15-16 kg paprika fér, és 70 forintért adja kilóját. Egy zsák ára 1050 forint. Napi napszám az 10 munkásra 15 ezer forint, plusz az üdítő, amit fogyasztanak, elmegyünk értük az üzemanyag. A zsákok ára 25 forint darabja, az 7-8 ezer forint per nap. Az üzemanyaga, hogy följövök a nagybanira, az 10 ezer forint, hogy az IFA-val följövök. A belépő 4 ezer forint, és körülbelül ez összesen a napi költség 45 ezer forint. A gazdák többsége csak az évvégi összesítésből tudja meg, hogy megérte megvenni a permetezőszert, kifizetni a szántást és a vetőmagot. Megérte az egész évi munka, mert van úgy, hogy egy nyári jégesi után oda lesz az egész termés. A nagybani piacon a könnyebb árképzés segíti ez a fényreklám. Ezen föltüntetik az eladási árat és a piacra behozott mennyiséget. A forgatás napján a burgonya kilója 35-45, a sárgarépa 30-50, az alma 55-130, a szilva 50-60 forintig volt kapható. De nem csak viszont eladóknak. A háziasszonyok tehát könnyen kiszámíthatják, hogy milyen felárral vehetik meg kedvenc piacukon az előbb. Néhány éve szombat reggel még úgy költögezték férjúrukat a háziasszonyok, hogy itt az ideje hétvégére bevásárolni. Ilyenkor piacozott az egész ország. Azóta úgy tűnik elkényelmesedtünk. Nem kellünk korán, a hétvégét bevásárlóközpontokban töltjük. Ma harmadannyian járnak piacra, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Hiába hangoztatják a kofák, hogy már pedig az áru náluk a legszebb és a legolcsóbb, a vásárlóerőt a multik beszippantják. A piacosok szerint a megmaradt hűségesek egyharmada ráadásul kispénzű nyugdíjas, és mivel már a kofák szerint nem divat a befőzés, ritka a nagy bevásárlás. Az őstermelők pedig lassan, teljesen kiszorulnak a piacról. Jutka néni igazi őstermelő. 30 éve hordja saját termését batyuban a hátán a piacra. Sokszor örül, ha a haszonból a napi helypénzt és az utazást ki tudja fizetni. Minden nap nem járunk azért. Hát akkor össze-vissza? Persze. Kétszer egy héten, vagy egyszer így csak. Nincs annyi áru, hogy minden nap itt lehetünk. Már olyan bizony olcsóban, sokszor muszáj olcsóban adni, mint a kereskedők. Mert? Hát, mert nem viszik az árut. Katalin saját bevallása szerint igazi megrögzött piacra járó. Szinte naponta itt vásárol. Neki fontos az áru frissessége mellett a jó ár is. És persze az, hogy néha lehet alkudni. Az ár sokkal kedvezőbb. Én szerintem egy olyan 20-30%-kal olcsóbb itt, mint az ABC-be. Azt mondják, az ország 60-70 ezer kofájának ura, Kmetti Ágoston a kofa király. 30 éve dolgozik a csarnokban, akkor kicsiben kezdte. Ma az övé a legnagyobb stand. Bár alkalmazottakkal dolgoztat, ha csak teheti, ő is beáll a pult mögé, hogy árulja a portékáját. Szerinte valószínűleg senki sem gondolná, hogy a sok kicsi költség milyen sok lehet. Mert például csak krétából, amivel az árakat felírja a táblára, van, hogy elfogy egy doboz két naponta. Az iskolások nem tudnak krétát venni, mert mi
kereskedők, felvásároljuk a krétát, hisz avval írjuk az ártáblát, és ez abból adódik, hogy egész nap árakat változtatunk. Én behozom a karfiót, kiírom, a szomszédom behozza, ő lejjebb írja tőlem 5 forinttal, én megint lemosom a táblát, új krétát használok megint. Ez egész nap így megy, és tulajdonképpen a vevő mosolyog, a vevő jár jól, nekünk is jó, mert azért valahol eladtuk. 1994-ben azt hitte, megváltotta a birodalma tulajdonjogát, a kifizetett majd 6 millió forintért. Majd kiderült, hogy csak bérleti jogot kapott, 98 ezer forintos négyzetméter áron. Így most havonta plusz 2000 forint bérleti díjat fizet négyzetméterenként. Ennek ellenére azt mondja, a kofáknak nincs szükségük a nagyobb haszon érdekében a vevőt meglopni. Hiába vezetnek itt bármilyen kemény szankciót. Nagyon egyszerű dolgot, és üzenem, aki nézi a tévét. Én ma itt önnel csinálom a riportot. Közben a gépkocsim Szegeden van, Paradicsomnél. Közben itt áll a csarnok mellett. Ki tudja ezt leellenőrizni? Senki. Beírom a menetlevélbe, hazajött a gépkocsi, nem kaptam paradicsomot, és kiveszem az üzemanyag árát. Kell nekem akkor csalnom, lopnom a pulton? Nem kell nekem csalnom. Hát annyi törvényes kiskapu van. Elmondása szerint az árut szállító autót 4 évente kell újabbra cserélni. Az üzlet havi rezséje pedig 200 ezer forint. Mivel az áruk ára sokszor óránként változik, azért a haszonkulcsot nehéz előre kikalkulálni. Szerinte a pofaság ma már nem divat szakma. Lehet belőle jól élni, de hogy ehhez mekkora forgalom szükséges, azt nem volt hajlandó elárulni. Míg régen minden 100 forintból körülbelül 25-30 forint megmaradt, és ebből fizettük a rezsit, és 10-15 forintos jövedelemre tudtunk szert tenni, ma 4-5 forint marad minden 100 forintból. Az elmúlt években megszaporodtak a kisebb élelmiszerboltok, sarki fűszeresek. A vevők megszerették ezeket a kis üzleteket, pedig az árak általában 10-20%-kal magasabbak, mint a nagyoknál. Ebben a csemegében körülbelül 80-150 ember fordul meg naponta. A vevőknek csak egy negyede betérő vendég, a nagy része. A nagykörösi úti hasznácik piacon pedig főleg. Van itt például 200 ezerért mellszobor, 70 ezerért géppisztoly, ős kirakat baba 20 ezerért. A haszonkulcs ezen a helyen mélységes titok. Van árus, aki csak azért nem mondja el, mert már rég nem emlékszik, hogy mit, mennyiért vett és hogy kitől. Az ecserire mostanában rossz idők járnak. Nem megy olyan jól, mint régen. A budapesti önkormányzat tulajdonában levő fővárosi csarnok és piac igazgatóság, a Csapi, ráadásul szépen lassan egyre emeli az amúgy nem túl borsos bérleti díjat. Marton Ágneshez tartozik a fővárosi piacok, így az ecseri kereskedelmi igazgatása 380 bérlője van. Eléggé kevés a hely, tehát új üzletek ott már nem tudnak épülni. A bérleti szerződések is elég régiek, és megpróbáljuk őket felújítani. A bérleti díjak általában négyzetméterenként 360 forinttól 700 méter. Bérleményhez jutni szinte lehetetlen, mivel ha megneszeli valaki, hogy a szomszédja felszámol, rögvest lecsap a helyiségre, legyen az 6, 11 vagy 20 négyzetméter. A szabályos pályáztatás évente talán ha egy van. Nem olyan régen volt egy 6 négyzetméteres üzlet, ami elhagyott a régi tulajdonosa. A valóságban helységhez jutni máshogy is lehet. Rotblát Józsefné családjával a piacon törzstagnak számít. 4 éve ő jár ki a lánya helyett, mert így olcsóbb. Ő pontosan tudja, hogyan lehet kéz alatt üzletet venni. Hogyha a Csapinak adja le az üzletet, akkor mondjuk azt meg lehet pályázni, de hogyha így privátilag valakitől átveszi a bérleti jogot, akkor annak kell fizetni 500 ezeret, olyan 384-et a Csapinak, úgyhogy ilyen 900 ezer forintba kerül körülbelül ez a kis 10 négyzetméteres helység, plusz a napi kipakolás, aminek 100 forint per négyzetméterre. Tehát, hogyha az illető nincs is kint, és kint van az asztala, akkor is kell fizetni a napi 100 forint per négyzetméter. Az úgynevezett MDF piac egy speciális vásártípus. A kamerát nem szereti sem az árus, sem a vevő. A köztudatban azt terjedt el a piacról, hogy itt minden sokkal olcsóbb. Ez így is van, ha a boltihoz képest 10-től 50-ig terjedő forint különbséget kilónként vagy dekánként soknak tekintjük.
A piac szépség hibája, hogy az olcsó ára minőség rovására megy. A hűtetlen, belezett csirke kilója 320 forintot ér a kicsit koszos kiadópulton, és még csak számlát se kap róla a vásárló. És nem fukarságból, hanem mert nincsen pénztárgép. Aki ilyen helyen vásárol, az nem árt, ha jól átsüti a marha felsállat, ami 650 forint. Hogy van-e kannásbor literenként 100 vagy 200 forintért, nem kell, hogy fájjon a fejünk, esetleg utána. A piac sikerének titka a laza szabályokban rejlik. Itt az árusok a helyért a piacot jegyző alapítványnak annyit fizetnek, mint amennyit a hasukra ütés után gondolnak. 1000-2000 forintnál még senki nem ütött nagyobbat a hasára, persze havonta. Ez itt nem Sánkháj, hanem Budapest külvárosának egyik legforgalmasabb piaca, az újpalotai. Mindent lehet kapni, és mivel a fogyasztók, védők és a vámosok is bejáratosak ide, az itt kapható áru többnyire eredeti. Aki itt vásárol, az 1000 és 5000 forint közötti összeget tud megspórolni termékcsoportonként. Ennek az az ára, hogy az eladónak és a vevőnek is bírnia kell télen a hideget, nyáron a meleget. Ebből ezen a piacon 30 darab van. A 290 nagysátras árusítóhely éves bérlete 250 ezer forint. Ha ezeket összeadjuk, több mint 100 millió a piac éves bevétele. Ennek a pénznek azonban a tetemes részét utalja át a piac üzemeltető a terület tulajdonosának, a MÁV-nak bérleti díjként. A piacon a legtöbb, szám szerint 453 darab úgynevezett kisasztal van. Bakó Géza, a piac vezető felügyelője mutatta meg, hogy a 42 és 120 ezer forint közötti negyedéves bérleti díjban mi tartozik bele. Piacunk bolha piac jellegét erősítő egyik színfontja ez a két stand, a 001-es és a 002-es. Egy-egy ilyen stand, másfél méter hosszú, 60 cm széles. Elmondanám még, hogy 4 hónapra adjuk bérbe, és 4 hónapra 60 ezer forintba kerül. Vannak azért a városban olyan úgynevezett kínai piacok, ahol nem ilyen bizalomgerjesztő az árusítás és az eladók sem. Az MMM stábjának egy ilyen piacon sikerült zárjegy nélküli cigarettát, illetve márkás külföldi viszkit vásárolnia. Némi várakozás után, mivel ezek az áruk nem a pult alól, hanem a piac egyik titkos sarkából kerülnek elő. A csempészáru haszonkulcsa 50% is lehet.